Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Ahogy azt ígértem, a szerdán megépített darút hoztam el a nektek, és hoztam hozzá egy úgymond őst, akivel össze tudjuk hasonlítani ezt a készletet. Szóval azt gondolom, hogy ez a 84-60-as az őse, az korai generációja, aminek a továbbfejlesztett vagy újra gondolt verziót látjuk itt, 42-108-ban, és a kettő között van kemény 25 év, hiszen ez 1995-ben jelent meg, úgyhogy meg lehet nézni, hogy miben fejlődött azóta a technik világa, és igen, nagyon sok daru jelent meg a technikben ezeken kívül is, és azt kell mondanom, hogy szerintem ez a 84-60-as az, ami a leginkább egyezik ezzel az új verzióval, ugye ez idén jelent meg, méghozzá év elején. Úgyhogy szerintem kezdjük az ősszel, nézzük meg, hogy mit tud, aztán áttérünk az újra. Egyrészt ugye ez egy háromtengelyes, hatkerekű daru, itt a lámpákkal kormányozható, ahol az első és a leghátsó tenger mozog. Van nekünk középen egy hajtható kerék, ez differenciál mű nélkül van. Van nekünk a belsőjében egy szép kis üléssor, műszerfallal, jól ki van talán, jól kinéző, ez a kis fehér kiegészítés igazán jól néz ki, valamint kis ütköző is nagyon ötletes rajta. Van nekünk, ugye, belül az méltóan támasztó lábaink, amit kis tekerővel lehet szépen lecsukni, mind a két oldalon külön-külön. Elég erős ahhoz, hogy még akár meg is emelje magát az egész kocsit, nagyon jól ki van találva. Hátulján is találunk egy tekerőgombot, ez magát az egész tornyot mozgatja, tehát így tudjuk forgatni, nem kell hozzá semmilyen kézi beavatkozás. Ami még nagyon szuper ebben a készletben, hogy pneumatika mozgatja magát a gémet, ehhez kapunk egy pumpát, tehát mint látjátok, eltűnik, hogy nincs ebben a készletben, ezzel lett föl le. Van egy kiegészítő gém, tehát az alap részhez képest ki lehet tolni magát a game részt, ezt is ugyanúgy tekerővel lehet megoldani, kive, ahogy jól esik, illetve van a kampóhoz egy tekerőben fölre lehet mozgatni. Itt kiemelném, hogy ez a kampó, még a fém, régi fém kampót kapjuk, nekem ez ötletesebb, jobban tetszik, bár tény, hogyha nagyon vékony madzza kerül bele, akkor egyfolytában leakad a benne lévő kerékről, és ez egy kicsit tud bosszantó lenni. És igazából ennyi a készlet, ugye még a daru részhez kapunk ugyanúgy egy vezetőfülkét, annak nincs műszerfal, de igazából én nem is igényelném. De egy nagyon cuki készlet, ebből a korszakból egy nagyon-nagyon azt mondom, hogy ötletes készlet nekem. Én nagyon sokszor megfújt már kezembe, persze mindig továbbadtam rajta, amilyen vagyok, de egy nagyon kis szuper készlet. És akkor nézzük az újat, ahol látható, hogy a 25 év eltelt, már rendesen a liftármos elmek vannak benne, de itt is megtalálható ugyanúgy a régi bütykös brickelemek, mint ahogy a régiben. Én azt mondom, hogy kicsit hasonló is a maga a megoldása magának a gémnek, a gém kihúzásnak, de nem szaladjunk ennyire előre. Nézzük az alap alvázat, ugye itt már négy tengelyt kapunk, kormányzás szintén a lámpákkal, és itt mind a négy kerék forog, és hajtott kerekünk nincs. Ez azért érdekes, mert például a live-ba kérdeztétek is, hogy lehet-e modrizálni. Valahogy túl kell gondolni, hogy hogyan lehet ezt megmozgatni, mert nem igazán fér el a előre-hátra mozgáshoz valami meghajtás. Ennél egy picit könnyebb dolgunk lenne, de éppen nincs hely. Na, de menjünk tovább. Kabinrész. Szintén megvan műszerfal, nagyon jól néz ki, nagyon ötletes a matizázás, három székkel, szintén kék az ülés, tehát itt is egy kis áthallás, itt is egy pici ütközünk, de inkább ez maga a kampó leszújtásához van itt. Támasztó karok, ez ami nekem igazából legjobban fáj, hogy az elsőket manuálisan kézzel kell kinyitni, míg a hátsókhoz van egy kis tekerő. Ugye, amit láttátok a régiben, ott egy tekerővel mind a kettő mozgott. Magát a torony részt, azt kézzel kell forgatni, nincs hozzá semmilyen tekerő, gomb, amivel
ezt lehetne mozgatni. Kezdjük a kabinnal, szintén kiküléssel, kis műszerfallal, nagyon ötletesen néz ki, és akkor jönnek a megfelelő funkciók, mint mozgatni magát a gémet fölle, ez már nem pneumatikus, hanem egy sima aktuátor, mozgatja, tekerni kell, érezhető is, hogy azért macerásabb, mint a pneumatika volt, de rendben, sokkal nagyobb maga a gémrész, most ez kis sincs tolva egy trendesen, amit láttok, úgyhogy ez sokkal messzebbre ki tud nyúlni, illetve ennél magasabb is tud emelkedni. És akkor nyilván minden tekerőgombbal lehet vezérelni. Egyrészt az emelkedést itt, ezt itt a jobb oldalon, illetve maga a kampót lehet ugye madzagot mozgatni szintén, és a másik oldalon van maga a gép kiemelése. Ezek már finom mozognak, rögzítőfüllel, tehát ez egy igazán ötletesen van továbbfejlesztve. Az egész kinézet egyébként jól néz ki, nagyon figyeltek a részletekre, ebben a szempontból nekem egy kicsit jobban tetszik, bár kinézetben nagyon nehéz őket összehasonlítani, hiszen ez már olyan aktívan liftármos, paneles, sokmatricás, még itt még a régi brikkes, technikbrikkes megoldások vannak, tehát ebben a szempontból kicsit nehéz. Itt leginkább azt tud dönteni, hogy kinek melyik tetszik jobban, tehát ki rajong a régi világért, és ki rajong inkább az új világért. Játszhatóság szempontjában mind a kettő tökéletes. Én most egy súlyt nem méregetek, hogy mit bírnak emelni. Ezt inkább rátok bízom. De azt kell mondanom, hogy szerintem játék szempontjából mind a kettő tökéletes. Gyerkőcök imádni fogják. Ugye itt eleve az újhoz kapunk egy extra, hát úgymond súlyt, amivel már eleve lehet játszani. De azt gondolom, hogy sok minden más rá lehet akasztani. Én egyedül a kampót mondanám szűk metszetnek, mert a régiben azért sok több mindent rá lehet akasztani, ez az új már nem is néz ki olyan jól, de nem is vagyok benne biztos, hogy olyan könnyen játszható. Ezt szintén rátok bízom, azt gondolom, hogy nem egy nehézség ehhez beszerezni ilyen kampot. No, és akkor eljutottunk a videó végén lévő, kinek ajánlom, kinek nem. Hát ahogy mondtam, gyerkőcöknek, darufanoknak, technikfanoknak maximálisan tudom ajánlani, imádni fogják nyilván ki melyiket, vagy akár mind a kettőt. Még akár polcon is föl lehet tenni, hiszen jól mutatnak polcon is, de én inkább azért játékra használnám, vagy inkább azért venném, de a polc is tökéletes. Kinek nem ajánlom, hát aki a technikvilág vagy a munkagépvilágot annyira nem szereti, mint ahogy én se rajongok annyira a munkagépvilágért, úgyhogy ők lehet annyira nem fognak ért rajongani. Ugyanúgy, hogy citiseknek, ugye ez nem fér bele egy diorámába, ez nem odavaló, nekik szintén nem tudom ajánlani. Úgyhogy, és itt nagyjából ki is fújt, mindenki más imádni fogja. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, dobj egy lájkot, ha tetszett. Írnek kommentben, hogy neked melyik a kedvenced, melyik világ a kedvenced, illetve mit gondolsz ezekről a készletekről. Sőt, akár azt is, hogyha van valami tapasztalatod velük, akár néztél egy súlyt is, akkor mit bírnak, kíváncsian várom. Támogassatok Patreonon, nagyon jól elindult ez a irány is, úgy látszik, hogy sikerült átadnom a lényegét, ami nem más, mint hogy készleteket tudjak venni, amiket összetok nektek hasonlítani, bemutatni, illetve az egyedi projekteket összetenni, hiszen azért azt gondolom, hogy abban is rengeteg izgalmas dolog van. Tehát nagyon szépen köszönöm, a linket ugye megtaláljátok itt. A következő videóig pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!